Nagyon komoly eredmény volt, nagyon hálás vagyok a támogatóinknak. Én biztos vagyok benne, hogy két legnagyobb magyar érdekvédelmi szervezet támogatása kellett ez a győzelemhez, és nyilván az is nagyon fontos volt, hogy más magyar civil szervezetek és más ukrán civil szervezetek is támogattak erre a posztra. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon hatékony és szép munka elé nézünk. Én azt gondolom, hogy az új képviselői testületnek a tagjait fogjuk ismerni már néhány órán belül. Biztos vagyok benne, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a konstruktív együttműködés keretein belül a kistérségnek egy új hátszelet tudjunk adni, és ugyanolyan erővel, odaadással tudjunk dolgozni majd a kistérség problémáin, mint ahogy idáig dolgoztam a város problémáin. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hazajött a szavazatait megtenni, és vállalta az utazást is. Ezzel a határátlépéssel együtt, a covidos problémákkal együtt, és külön hálám, köszönetem a bizottsági tagoknak, a megfigyelőknek, és azoknak, akik éjt-nappal át éve dolgoztak együtt azért, hogy sikeresen, és ami a legfontosabb, nyugodtan és teljesen kulturált körülmények között mentek le a Kárpátalján a választások, ezen belül a beregszászi kistérségben pedig nagyon fontos az, hogy sehol egyetlen skandalum nem volt, nem kellett rendőröket alkalmazni, nem volt semmiféle olyan ügy, ami miatt aggódni kellene az eredmények miatt. Én azt vallom, és azt is kívánom mindenkinek, hogy mindenkinek ilyen átlátszó és kiegyensúlyozott legyen a kampánya, illetve a választási napja is. Elmúlt években látszott Beregszászon, hogy a városnak van gazdája. Ugyanez lesz érvényes a beregszászi kistérségre, és minden területet igyekeznek majd fejleszteni? Amikor azt mondjuk egy város, hogy van gazdája, az általában mindig csapatmunka, és nem elég csak kitalálni valamit, azt ki is kell tudni vitelezni. Ehhez viszont óriási szükség van azokra a szakemberekre, akik mellettem dolgoztak. Mindent meg fogok tenni, hogy velük együtt tudjuk majd bővíteni a hatáskörünket, és ugyanolyan gondosan, odafigyelően és kellő precizitással tudjuk majd kezelni Gát, Makkos Jánosi, vagy akár Csetfalva problémáit is. Számomra ez a kör kibővült, és biztos vagyok abban, hogy minden egyes polgárnak igénye van a gondoskodásra, és mi ezt meg is fogjuk adni.